Sziasztok, fiúk, lányok! A mai napon elérkeztünk egy újabb videóhoz. Ez pedig a Dobsz Showtime kollekciójából nézünk meg egy dobozzal. Ennek az a különlegessége, hogy a Dobsz az európai kártsókon árusítja kizárólag, és mivel most volt a Budapest Card Show november 4-én, nekem ott sikerült vásárolnom belőle egy dobozzal. Egyébként maga a kollekció 90 kártyából áll, egy ilyen dobozban 6 csomag van, csomagonként 5 kártyával, tehát 30 kártyát lehet összegyűjteni egy ilyen dobozból. 2 paralel van benne, illetve 2 dobozonként aláírtat is lehet nyitni. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mennyire áll ma mellettünk a Dobsz istene. Sikerül-e esetleg valami jobb aláírtat kiszedni a dobozból. Próbálom kevésbé barbár módon. Ne tegyek kárt semmiben. Maga a doboz is egyébként nagyon mutatós. Legalábbis szerintem nagyon jó a színválasztás. És a kártyák is, amiket eddig láttam, az kifejezetten szépre sikerültek. Kiszedtük. Nézzük akkor. Itt vannak a csomagok. Ezt ide félretesszük. A doboz az jön ide a háttérbe. És akkor lássuk is, hogy mi van az első csomagban. Egy Colomuani. De szép. Ráadásul rookie kártya. Ezt külön is válogatjuk. Így egy Mudrik. Szintén rookie kártya. Teo Hernández a Milánból. Rafael Leao, és még egy rookie kártya, Bayona Gittens a Dortmundból. Következő csomag. Tehát a következő csomag Lukaku, Lautaro Martinez, Gnabry, Bayern Münchenből, William Saliba, Arsenal, és egy Tonali a Milánnak. Következő csomag. A fekete nagyon szépen beleolvad a feketébe, úgyhogy majdnem sikerült lesarkozni, de még időben észrevettem. Enzo Fernández, rookie, Casemiro, egy Vini Junior, Bobby Clark, rookie kártya, illetve a végére egy Harry Kane. Következő. Valverde. Rafinha, és itt az első számozott, egy per 99, Tell a Bayern Münchennek. Sokkal vastagabb egyébként, ha megnézzük egy sima kártyához képest, sokkal vastagabb a számozott. Aztán egy Grealish, egy Jude Bellingham, itt még a Dortmundban, és egy Garnacho rookie a végére. Következő csomag. Egy Mohamed Kudus. Egy PSG-s rookie, és itt a következő, egy per 99, Saliba. Ő is per 99-es, tehát. Mögötte egy Guardiol, egy Sadio Mané, és egy Neymar Junior, még a PSG-ben. És az utolsó csomag.
a garantált két paralelt, azt már akkor megkaptuk. Alaba, egy Ekitike, ruki kártya, Anthony, egy Marquinhos, és egy Heung-min Son a végére. Ebből a dobozból tehát nem sikerült aláírtat nyitni, de nem vagyok szomorú, mert kettőt vettem, videón kívül kibontottam a másikat, és abból viszont egy per 99-es Joao Félix aláírtat sikerült kiszedni. Így néz ki. Be is védőztem rögtön mágnestokból, hogy nehogy valami baja legyen. Ez is egyébként ilyen vastagabb, mint a sima számozott lapok. Úgyhogy ez lett volna a Top Showtime dobozbontás. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és jövök a következő videóval. Sziasztok!